2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma alapított egy díjat a nevelőszülői hivatás népszerűsítésére elsősorban, de nem csak ezért, hanem a nevelőszülői hivatást példamutatóan gyakorló, szakmai szinten is kiválóan gyakorló nevelőszülők részére. Ezt a díjat első alkalommal megkapta Horné Kun Éva, a hajdonánási nevelőszülői család, hiszen a férjével együtt Horn Istvánnal is hosszú, majdhogy nem két évtizede végzik ezt a hivatást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban, és akkor beszélgessünk egy kicsit a nevelőszülői hivatásról, hiszen, mint ahogy mondtam, ezt éppenséggel 20 éve, szeptemberben lesz 20 éve, hogy gyakoroljátok. No hát kikezdi, ugye Éva, te kaptad, miután ugye te vagy hivatalos jó viszonyban, mint nevelőszülő, akkor kezdjük veled, hogy hát, hogy akkor 2000-ben hogy is indult ez az egész nevelőszülőség, az, hát sok-sok minden történt azóta. Igen, azért elég hosszú idő azóta. Igazság szerint egy gyermeket szerettünk volna háztartásunkban fogadni, mivel nekünk a középső gyermekünk beteges volt abban az időben, és hogy mégis hát némi anyagi juttatással pótoljak a család kasszájába. Aztán ennek az lett az eredmény, hogy az első után jött a második után a harmadik, és már most hosszú-hosszú évtizedek óta, tehát mondhatom, mert körülbelül 14-15 éve 6 gyermeket nevelünk általában. Hát a muszájból hivatás és elhivatottság lett gyakorlatilag, és jelenleg is 7 kisfiúnak próbáljuk meg a mindennapjait egyengetni, illetve nevelgetni őket. A dióhéjban akár ennyivel el is lehetne intézni, de hát azt gondolom, hogy emögött nagyon-nagyon-nagyon sok munka van. Nevelőszülői, de hát én azt is mondhatnám, hogy szülői hivatás, hiszen Isten igazából itt már azt gondolom nem nagyon lehet különbséget tenni, hogyha valóban magas szinten gyakorolja ezt a hivatást az ember István. A családban ugye az apukák, a férjek is azért legalábbis a jobb családokban részt vesznek a gyerekek nevelésében, tehát ez egy nagyon fontos dolog. És azt gondolom, ennyi gyerekkel egyszerre nem is nagyon lehetne egyedül Évának ezeket a dolgokat vinni. Mi mindenben tud segíteni? Gyakorlatilag mindenben, és ez valóban így van. Ez családi projekt évek óta. Azt a kiegészítést szeretném még tenni a díjaknál, hogy kihangsúlyozták azt is, hogy sérült gyerek is legyen a családban, nem csak egészséges. És nekünk úgy adatott, hogy mindig sérült gyerek is került a nevelési körbe. Férjed mondta, hogy a sérült gyerek is került a körbe. Valahol ez összefügg azzal, hogy nektek is volt, mit van egy sérült gyerek? Talán nyitottabbak vagyunk rá, hogy elfogadunk sérült gyereket is. Nem, ez nem volt szándékos, vagy nem volt mögötte semmi tudatosság, úgymond. Ezt hozta a véletlen. Jelenleg is a 7 gyerekből nálunk 3 sérült. Tehát van egy autista gyermekünk, van egy hallássérült gyermekünk, és van egy immunrendszer beteg, gyógyíthatatlan, 800 beteg van egész Magyarországon, ebből a betegségből egy hanús gyermekünk. Ez a véletlen műve volt. Valószínű, hogy a saját gyermekünk sérülése hozzájárult ahhoz, hogy hamarabb elfogadjuk, vagy hamarabb igent mondunk egy sérült gyerekre, de nem véletlenszerű. Ez hozta a sors. A saját gyerekek ugye már kirepültek, tehát ők már felnőttek, maradtak a nevelgyerekek, de hogyan alakult ez akkor, tehát hogyan folyt a családi élet akkor, amikor még ők is otthon voltak, István? Családi élet volt, a családba beletartozik a saját gyerek és a nevelgyerek, tehát teljesen szó szerint a család, ugyanúgy mindent ugyanúgy megkaptak ők is, mint a mi saját gyerekeink. Együtt nőttek fel, a gyerekek is besegítettek ebbe a munkába, és a nevelt gyerekek azok pedig lent tanulják tőlünk az életet. De a gyerekek, tehát azért a gyerekeknél, mert a családban is megvan, hogy például a nagyobb gyerek, ha érkezik egy kisebb testvér, akkor azért a féltékenység az erősen bejátszik. Hogy tudtok
tudtátok ti ezt feloldani? Volt, de én úgy gondolom, hogyha egy normál átlag családban is kistestvér születik mondjuk a nagyobb gyereknek, tehát ott is át kell ezeket a problémákat hidalni, tehát ez nem volt különleges probléma. Tehát ez ugyanígy volt probléma, hogy kis baba érkezett, vagy kisebb gyerek érkezett, és hát ugyanúgy fellettek rá, csak rövidebb ideig, nem a 9 hónapunk volt, fellettek rá készítve, hogy ilyen vagy olyan korú, illetve nekünk, amikor a saját gyermekeink otthon voltak, nagyon sokszor kicsi babánk volt, és azért egy újszülöttet, egy babát azt mondom, hogy talán még jobban testvérként tekintettek rá, vagy talán nem könnyebb volt nekik elfogadni, mert nem hozott még a vér szerinti családból semmiféle dolgot, és tehát egy tiszta lappal kezdett az a csecsemő is valóban nevelni, oktatni, tanítani kellett. Ez egyfajta, hát nem is, hogy kívánság, de valamiféle irányultság, hogy mindig pici babákat fogadnak, fogadtok körül, vagy nem, bocsánat, nevelő családba. Tehát, hogy mondtad, most is elég aprócskák. Törvényileg korhoz van kötve a gyermekkihelyezés, és azért mi még akkor jóval fiatalabbak voltunk, tehát abba a kategóriába estünk, hogy kaphattunk, illetve mi szívesen vállaltunk is kicsi babát. De mert most is kicsik vannak. Hát nála. 2 éves, tehát törvényileg 2 éves a legkisebb, amit most már a korom miatt kaphatok. Bár én ma is szívesen bevállalnék újszülöttet is, tehát nem. Hát egy nagymama is. Igen, egy gondoskodhatna. Igen, tehát nem jelent ez problémát ma sem. Az elmúlt, hát több évtized, 20 év, hány gyerek fordult meg ez idő alatt? 32 gyerek. Úristen, mennyi munka volt ezzel a 32 gyerekkel? Szóval ezt azért most így kimondani is nagyon sok, tehát ez már egy osztály, egy nagy osztálynyi gyermek. Magyar kártya lehet kártyázni velük. Volt, akivel több, volt, akivel kevesebb, volt, aki több időt töltött nálunk, volt, aki kevesebbet, tehát azért nálunk részben azért is volt ilyen nagyobb a mozgás, mert 3-4-es testvér sorunk is volt, azért ott eleve növeli a létszámot. Van olyan gyermekünk, aki már most önálló életet él, családapaként neveli a saját gyermekét, illetve családanyaként, mert 2 ilyen gyermekünk van. Voltak kisebbek, akik részben visszakerülhettek a saját vérszerinti családjukban, örökbefogadásra kerültek, illetve volt olyan gyerekünk, akinek az egészségi állapota azt kívánta, hogy mégis intézetbe kerüljön, tehát elég vegyes és változatos volt a gyermek létszámnak az összetétele és a miensége is, hogy mit kívánt az a gyerek, milyen gondozást, milyen ápolást kívánt. Már most azt mondom, hogy az idő szépíti a dolgokat ott is, ahol nehezebb volt, vagy nem volt mindig zökkenőmentes, de gyakorlatilag ez ugyanúgy zajlik, csak kicsit nagyobb létszámmal, mint egy nagy családban, mint a régi hagyományos parasz családban, ahol sok volt 10-11 gyerek van. Gyerek, meg igen, hogy nagyanyáink idejében, hát egy kicsit modernebb körülmények között, vagy talán könnyebben azért, mint nekik, mert nekünk már nem a kútról kell hordani a vizet, hanem azért az automata mosógép, meg a szárítógép azért már most nagy könnyebbséget jelent. Nagyon sokat tud segíteni, de hát ugye akkor igen. Még ez sem volt. No, ez zárójel. István, ezek a gyerekek átlagban mennyi ideig maradnak önöknél, hiszen nevelőszülő, tehát bármikor, ha jön egy örökbefogadás, vagy bármilyen más esemény, akkor elmennek, elviszik őket. Így van. Átlagosan meddig van egy gyerek önöknél? Hát ez teljesen változó. Teljesen változó ez. A mostaniak közül ki, vagy ki, melyek azok, kik azok, akik legrégebb óta vannak? 14 éve. 14 a 14 éve. Tehát őt... Mi hoztuk haza a kórházból. Tehát újszülöttként. Újszülöttként. Tehát ő abszolút teljesen hozzátok. Ezt azért kérdezem, mert azért azt gondolom, hogy az is egy nem egyszerű dolog, mondjuk így, ha egy gyerek ott tölt veletek, szinte a kórházból elhozzátok, ott tölt 1, 2, 3, 4, 5, akár hány évet, és utána jön egy örökbefogadás, vagy valamilyen oknál fogva elhelyezik. Szóval azért ez egy nagyon nehéz elválás. Hogy tudjátok ki ezt? Én tudom, hogy biztos, hogy felkészítenek rá benneteket. De valószínű nem egyszerű. Hát nem egyszerű, főleg abban az esetben, amikor esetleg
tényleg évekig, vagy tényleg a szívünk csücske az a gyermek. Tehát jelenleg is a 7 gyerekből 4-et kórházból vittünk haza. Tehát abszolút a 14-11, 7-6 évesünk gyakorlatilag csecsemőként kezdte nálunk. Tehát azóta folyamatosan mi neveljük őket. De ha 1-2 évig nevelsz egy gyereket, akkor is... Hát mindenképp fáj az elválás, és ugye ez nem úgy van, mint mondjuk a saját gyerekednél, hogy felnőtt, kirepült, és természetesen továbbra is kapcsolatot tartasz vele, mert van olyan örökbefogadott gyermekünk, aki részbe külföldre került, részbe olyan családba került, aki azt kérte, hogy nem szeretné a gyerek múltját itt lezárni, és nem szeretné, hogy visszatekinthessen úgymond a gyerek a múltjára, vagy az előtte eltöltött évekre, és ezt is tudomásul kell venni. Tehát ezt is el kell őket engedni. Nem érzelmileg azért ez... Igen, azért van egy érzelmi hullámvasút, az az igazság, amikor egy-egy gyerek kikerül a családból, még ha esetleg rosszabb körülmények közé kerül, akkor is fel kell dolgozni, és el kell fogadni a történteket. Volt-e, vagy van-e olyan eset, amikor a saját édes szülő jelentkezik, hogy visszavinné? Vagy van erre lehetősége például? Volt ilyen is? Volt. Olyan is volt, hogy a nagymama fogadta örökbe, olyan is volt, hogy a saját szüleihez, tehát hazagondozásra került és, a gyerek. És akkor ez a hazagondozás, ez egy olyan jó kis szakszó, azt hiszem, hogy ezt rendszeresen használjátok, hiszen ezt az egész nevelőszülői szolgálatot a hajdúsági görögkatolikus nevelőszülői hálózaton belül, tehát hozzájuk tartoztok, végzitek, és azért én emlékszem, hogy mondta intézményvezető asszony, hogy ez a hazagondozás, ez egy nagyon erős célkitűzés. Hát mennyire tud ez működni? Ez lenne a végcél, úgymond, hogy az a gyermek, aki még kiletemelve a családjából, az visszakerülhessen a vérszerinti családjába, tehát úgymond hazagondozásra kerülhessen. Változó. Nagyon változó. Ha kap a család egy kis segítséget, akkor, és elsődlegesen anyagi okok miatt kerül ki a gyermek, akkor ott van rá általában esély, hogy visszakerül a gyerek. Nem könnyű. Tudunk olyan gyerekről, aki visszakerült, éveken át tartotta magát a család, tehát boldogult, jött egy munkahelyelvesztés, és újra állami gondozottak lettek a gyerekek, tehát nem egyszerű, és nem, tehát azt sem tudjuk, amikor hozzánk kerül a gyerek, hogy egy hónapig, 2 évig, 10 évig, meddig fog nálunk nevelkedni. Azon idő alatt, amíg nálunk van, meg kell próbálni nekik megadni a legtöbbet, illetve a legjobb iránymutatást, hogy a következő helyen, ha lehet így fogalmazni, szintén ő maga tudja tartani saját magába a lelket, és előre tudjon jutni. Tehát segítség, ugye ti adtok a gyerekeknek segítséget, ez teljesen, tehát ugye egy családban ez így működik. De azért, hát ez mégiscsak egy sajátos helyzet, ugye a nevelőszülői hálózathoz tartoztok. A hálózat mennyiben tudja munkátokat segíteni? Akár István, nem tudom, melyik őtök. Hát nevelőszülő tanácsadó jár hozzánk, aki megpróbál a napi kérdésekben is segíteni. Minden gyámnak most már gyermekvédelmi gyámja van, aki szintén havi látogatással, illetve 2 hét korcsoporttól függően 2 heti látogatással jön a gyerekekhez, intézi az iratanyagát, illetve megpróbál mindenféle ügyes-bajos dologban segíteni. Hát, illetve ott áll mögöttünk ugye a maga fenntartó, a görögkatolikus egyház, és mondhatom azt, hogy azért nagyon sok mindenben segítséget tud adni nekünk. Nyilván meg kell küzdeni, mint egy családba, a kis magunk harcait, akár egy fejlesztésért, akár egy bármi iskolába, óvodába beillesztésért, de kapunk segítséget, tehát azért nem vagyunk pszichológus áll rendelkezésre, ha a gyereknek szüksége van rá, tehát kapunk mindenféleképpen segítséget. István, hogy zajlanak a mindennapok? Mert szóval ennyi gyerekkel azért gondolom csak akad baj, gond, tehát betegség, de hogy mennyire van idejük például közös játékra, közös foglalkozásokra, kirándulásokra, én tudom, hogy nagyon szerettek kirándulni régen. Családmodell, ugyanúgy. A logisztika az egy nagyon fontos terület. Kemény dolog, hogy mindenki mindenhová odaérjen. Akkor van baj, hogyha egyszerre 3 helyre is kellene menni, és csak 2 szülő van. Ilyenkor tudjuk még igénybe venni a kollégáknak a segítségét, vagy a ismerőseink is, volt már olyan, hogy besegítettek
esetleg ilyen problémák megoldásába, de gyakorlatilag mindent mi igyekszünk megoldani, és a legfontosabb fegyverünk az a naptár. Naptár nélkül, és időpont egyeztetés nélkül nem tudunk elvállalni, ugyanúgy, ahogy ugye ezt az interjút is előtte meg kellett, hogy beszéljük, hogy mikor fogunk tudni ide eljönni, mert mindenhez mindig alkalmazkodni kell, és a gyerekekhez alkalmazkodunk elsősorban. Így van. Vinni kell őket egészségügyi intézményekbe, gyógykezelésekre, kötelező oltásokra, tehát állandó olyan programok vannak, amik minden mást felülírnak. Tehát akkor minden első félre a gyermeknek kell tenni. Az igénye, és majd aztán később. Játszani pedig lent hétvégén, este, szünetekben. Karácsony után vagyunk, ugye, tehát ez az időszak mindenki életében, minden család életében egy nagyon-nagyon fontos. Hogy töltitek ti a karácsonyokat, hiszen nagyon sok gyerek van, a Jézuska mindenkinek hoz valamit, gondolom. Hát azért gondolom, ők is úgy fogadják, mint bármely más gyerek. Igen, tehát családi körben, tehát ez alatt azt értem, hogy a nevel gyerekeinkkel töltjük a karácsonyi ünnepeket. A 24-25-26-ai karácsonyi napok ezek a nevel gyerekeinké, természetesen mindenkinek van a fa alatt ajándék. Több, kevesebb, kisebb, nagyobb, reméljük, jól eltaláljuk, hogy mi is, ami a szívük vágya, bár nagyon szorgalmasan írták a Jézuskának a leveleket, hogy mit is szeretnének kapni. És akkor így egy picit háttérbe szorulva a saját gyermekeink, mi 27-28-án is karácsonyi ünnepeket tartunk, ekkor pedig három felnőttkorú saját gyermekünk van, akkor tartunk kapcsolatot velük, akkor ünneplünk másodjára karácsonyt, vagy ünnepeltünk másodjára karácsonyt, és itt jön be a kollégák, barátok segítsége, hogy addig ők erre a két napra, másfél napra ők vigyáznak a nevelt gyermekeinkre. Visszatérve erre a nagyon szép díjra, tehát ugye ez december 5-én adták át, igaz? Tehát azért már ez is egy adventi időszak volt. Hogyan zajlott ez az ünnepség? Hát ott voltak mind a ketten, igen, ott voltatok mind ketten. A parlament vadásztermében volt az ünnepség. Gyakorlatilag e-mailen kaptunk egy értesítést, hogy az 56 pályázóból 6 díjazott lett, és közé kerültem az első 6 díjazott közzé. Hát egészen részletes instrukciókat kaptunk, hogy hol kell jelentkeznünk, hol kell bemenni, mit kell magunkkal vinni, merre mehetünk, tehát tényleg részletesen le volt írva, azért ez mégiscsak a parlament. Már a vadászterem előtt fogadtak minket, ott volt szintén egy adategyeztetés az ünnepség előtt, illetve némi instrukció, hogy hogyan is fog zajlani maga az ünnepség, milyen menetben lesz felépítve. Hát és ez a véletlen műve, mert ABC sorrendben kaptuk meg a díjakat, de a nevem úgy hozta, hogy Magyarországon én először. Tehát azért ez is egy olyan igen, különleges dolog. Igen, végül is igen. Én mondtam, hogy jó lesz, akkor én leszek a minta, és a többieknek már könnyebb lesz. Gyakorlatilag miniszter helyettes és az államtitkár úr volt az, aki gratulált és a díjat és az oklevelet átadta. Előtte zenei műsor volt, beszédek voltak, a díjátadás előtt helyesebben volt egy kis méltatás a nevelőszülők munkásságáról, némi megismertetés, fotózás volt utána, és egy állófogadással zárult, illetve minden nevelőszülő élt, illetve a kísérőik a lehetőséggel, hogy egy külön parlament látogatáson vettünk részt. És a parlament azon részét tekinthettük meg, amit nem minden alkalommal mutatnak meg látogatóknak. Ugye Kásler miniszter úr adta át személyesen, gondolom nagyon szép, tehát mondjuk nem is titeket személy szerint, hanem egyáltalán a nevelőszülőséget méltatták. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon szép szavak voltak. Igen, méltatták a nevelőszülőséget is mindenféleképpen, tehát sőt, ennek a díjnak az lenne a célja, hogy bátorítsák a vállalkozó szellemű szülőpárokat, hogy vállaljanak állami gondozott gyerekeket nevelőszülőként. Illetve hát valahol
Kicsit-kicsit még mindig azt mondom, hogy háttérbe szorul ez a hivatás, és ezzel is szerették volna, úgy gondolom, a színvonalát, és azt hangsúlyozni, hogy igenis a kitartó és hosszú munka itt ebben a szakmában is elismerésre talál, és elismerést kaphat, aki hát erre adja a fejét, hogy... Nem egyszerű, tehát valóban nem egyszerű, egy teljesen kis idegen gyermeket befogadni, de ha abból indulunk, hogy egy újszülött, az még mindentől mentes, tehát semmiféle fajta olyan dolgot nem hordoz magában, tehát előzetes nevelés és egyéb problémákat, akkor azt gondolom, hogy ez egy vállalható dolog már, ha valaki egyáltalán ezen túl tudja magát tenni, és a kényelmes életét esetleg felváltja, mert azért ebbe beletartozik az is, hogy ez egy folyamatos 0-24-es szolgálatot jelent. Igen, ezt nagyon jól mondod, ez egy 24 órás folyamat, tehát mint ahogy a saját gyermekedet sem tudod visszaadni, úgymond senkinek, hogy köszönöm most szépen, egy kicsit nem kérem. Pihenni, aztán majd visszakérem. Ha csak nincs olyan nagymama, de hát nyilván, hogy ez is egy rövid távú, tehát itt is gyermekekről beszélünk, tehát ez egy hosszantartó folyamat. Nyilván az újonnan bekerült gyermeknek alkalmazkodni kell a már családba élő gyermekhez és a család szokásaihoz, de a családnak is el kell fogadni, és bizonyos szabályismereteit, bizonyos igényeit a beérkező gyereknek is teljesíteni kell, elfogadni kell, össze kell csiszolódni a családba, tehát mind a két oldalnak alkalmazkodni kell ahhoz, hogy ez valóban családként és jól működhessen. És a gyerek megérzi a szeretetet, és az a legegyszerűbb nevelési módszer. Hát most... így van, ez biztos. És akkor ebben valószínű, hogy önöknek az idegen, nagyobb. Tehát idézőjelben mondva az idegen gyerek is azonnal megérzi ezt, és utána sokkal könnyebb belebánni. Ugye beszéltünk segítségnyújtásról, tehát hogy azért a fenntartó, a nevelőszülői hálózat sok mindenben segít benneteket, és hát azt gondolom, hogy az sem utolsó szempont, bár a hivatásnál ez, hiszen ti ezt megelőzően is végeztétek, de 2013 óta, foglalkoztatási viszony. Jogviszony lett, tehát jövedelmet, bért, pontosan meséld el, hogy milyen anyagi vagy juttatást kaptok. Tehát a foglalkoztatási jogviszony előtt gyakorlatilag egy tiszteletdíjazásos bérezés volt a gyerekekre, innentől viszont a mindenkori minimál bér 80%-át kapjuk meg, tehát úgymond fizetést kapunk. Tehát addig is nőtt természetesen a bérezésünk. Némi szabadság is jár most már. Évente 5 nap szabadság, illetve gyereklépszámtól függően, amit azért nem egy egyszerű dolog kivenni ezt a szabadságot. Főleg otthon. Igen, főleg hogy otthon. Hogy ki a főnök és ki kit enged el szabadságra. Igen, úgyhogy elszoktuk egymást engedni szabadságra. Tehát most már egy tiszteletdíjazás jár érte, illetve munkaviszonynak számít. Tehát az előző tiszteletdíjas juttatás nem számított munkaviszonynak, nem jogosított úgymond nyugdíjas évgyűjtésre, itt viszont ez úgy számít, mintha munkaviszony lenne. Hát azért ez nagyon fontos, igen, főleg ugye a nyugdíja társadalom biztosítás szempontjából ez egy fontos dolog. Ha már itten a szabadságot emlegettük, van arra mód és lehetőség, hogy el tudjatok menni, üdülni, nyaralni úgy az egész nagy család? Igen. A nagy család, igen. Az minden évben megvan, tehát nagy családos nyaralásunk mindig van. Hát a kettőnk nyaralása, mert azért parkodunk 3-4 napot magunknak is csenni innen-onnan, az csak családi segítséggel, tehát saját felnőtt gyermekeink jönnek olyankor haza, és csak úgy, mert azért nekünk is kell a feltöltődés, a kikapcsolódás, és néha ez jól is esik. Persze, mindenféleképpen, tehát azért ebben azért sok-sok gyereknevelése azért az, tehát egyfajta veszélyekkel is jár, tehát a folyamatos megállás nélküli munka, tehát azért erre tehát szükség azért van. Tehát a kiégés folyamatát azért meg kell saját magunknak is akadályozni, mert az... Kicsit bonyolultabb talán nálunk elindulni nyaralni, mert azért 7 gyerek, 7 különböző
Korcsoport. Hát van egy kis busszal mentek, gondolom. Hát két autóval. Két autóval. Kis busz még nem sikerült, de két autóval, tehát hogy minden korcsoport találjon úgymond a nyaralás alatt is magának elfoglaltságot és szórakozást, tehát azért elég hosszadalmas szervezést igényel, hogy megfelelő helyre, megfelelő áron, és valóban minden gyerek felüdülve térjen haza. Illetve hát igénybe szoktuk venni a táboroztatási lehetőségeket a nagyobbaknál, tehát őket már önállóan is elengedjük nyáron egy-egy táborba, ami azért nagy segítség. Nekünk egy picikét csökken otthon a létszám, és a otthon maradottakra egy picikét több idő jut, illetve a nagyok így is önállósodnak, és önálló élményeket szereznek, anélkül, hogy anya meg apa biztos háttere ott lenne mögöttük. Ebben segített pár éve például a fenntartónk, őnekik is volt egy ilyen nyaralóházuk, és oda, és akkor oda elment az egész család. Igen, és akkor ott autókáztunk a környéken, úgy alakítottuk ki a programot, hogy elmentünk fürdőbe, múzeumba, országhatára, elég messze kellett autókáznunk, de megoldottuk. Igen, hát ha azért az ember ebbe belegondol, hogy gyakorlatilag ugye ez a munkátok, tehát mint más bemegy reggel 6-ra, 8-ra. Ugye itt a gyerekek, és ennyi. Nem, nekem van saját munkám. Igen? Igen, én vagyok nevelőszülő. Ő a nevelőszülő, én ipari alpinistaként tevékenykedem 35 éve. Én úgy osztom a munkaidőmet, mivel egyéni vállalkozó vagyok, hogy saját magának a gyerekeket felérendelem az én munkámnak. De mennyire jut ideje akkor a saját vállalkozására? Mert akkor meg Éva egyedül. Muszáj. Muszáj a saját vállalkozásra is időt szakítani, hát illetve ez a család másik jövedelme, ez a család másik bevételi forrása, tehát mindenféleképpen muszáj. Itt van a logisztikának nagy jelentősége, hogy minden időbe kerüljön, illetve azért a első négy gyerek, vagy a négy gyerek, a négy nagyobb gyerek, aki nálunk nevelkedik, azért nagyon sokba besegít már. Tehát iskoláskorúak, már egy óvodásunk van közülük, és azért nagyon sokba itthon járnak iskolába, segítik egymást, önállóan el tudnak menni már iskolába, tehát azért nőnek, cseperednek, és ahogy egy átlagos családban is, ahogy nő a gyerek, talán könnyebb egy picit a szülőknek. Itt is ugyanígy működik, hogy értem, megyek, elviszem, edzésre megyek, de már el tudok menni egyedül, nem kell, hogy kísérjél. Dobra megyek, szolfézsra megyek, el tudok menni egyedül. Gyógytornára megyek, vagy logopédiai fejlesztésre, elkíséri a nagyobb a kisebbet, vagy ha olyan helyre megy, akkor olyan helyen van városon belül, akkor el tud rá menni. Tehát azért önállósodnak a gyerekeink ugyanúgy, mint egy családban nevelkedő gyerek. Terveztek még további gyerekeket, vagy megengedi az életkorotok, hogy mert mondtad, hogy végül is valamilyen szinten életkorhoz kötött, hogy gyerekeket tudjatok befogadni? A csecsemő kötött életkorhoz. Most a 7 gyerek mellé nem tervezünk többet, ez most elég kihívás lesz számunkra. Gyakorlatilag erre nem tudok neked választ adni, azért nem tudok rá választ adni, mert nem tudom, hogy melyik gyerek meddig fog nálunk maradni. Ha bármelyik gyereknek úgy rendeződik a helyzete esetleg, hogy visszakerülhet a saját családjába, akkor természetesen üres férőhelyünk van. Nagyon frissek, mert 2,5 napja vannak nálunk a 3 kicsi, a 2, 3 és 5 éves. Ott még bármi történhet a családjukba, tehát akár egy családba fogadás, akár bármi történhet, összeszedi magát a család, és visszakerülhetnek. Tehát jelenleg most ezzel a 7 gyerekkel próbálunk tovább haladni. Nyilván, hogyha üres férőhelyünk van, és felkérnek minket, akkor igen fogunk mondani. Búcsúzásként, ha össze lehetne egy-két mondatban foglalni ezt a hivatást, mit üzennétek, mit mondanátok a nánásiaknak, mindazoknak, akik most ezt megnézték, ezt a kis műsort? Hát ez egy hivatás valóban. Kell hozzá sok-sok kitartás. Hát sok-sok lemondás, de úgy gondolom, hogy a gyerekek szeretete és mosolya azért nagyban kárpótol. És hát szoktam mondani gonosz módon, hogy egy kis elmeba is kell hozzá, így 20 év után én már ezt most úgy gondolom megengedhetem, hogy ilyet mondok saját magunkról,
de nem biztos, hogy másképp cselekednénk, ha most kezdenénk. Isten? Én, amikor volt egy osztálytalálkozónk a gimnáziumban, akkor mondtam a volt osztálytársaimnak, hogy gyémántcsiszoló üzemem van. Mindenki csodálkozott, és elmondtam, hogy nevelőszülő vagyok. Azt hiszem, hogy ezt szebben nem is lehet, vagy könnyebben igen, elmondani sem. Most már ugye, ahogy telik az idő, úgy látni azt, hogy mit alkottál. Gyakorlatilag egy csecsemőből nem soká, most már egy érett kamasz, de lehet, hogy nem soká már egy fiatal ember fog a küszöbön átmenni. Mert hogy azért nem fogyunk ki a kérdésekből. Tehát tartjátok, vagy valamilyen szinten tudjátok tartani a kapcsolatot a nálatok nevelkedett gyerekekkel? Tehát, hogy felkeresnek, levelet írnak, van-e ilyen? Egyetlen egy ilyen gyermekünk van, mert azért nálunk általában 8-9 évesen elkerültek a gyerekek. Tehát éppen ezért, mert nagyon kicsin kerültek oda. A legelső nevelt gyermekünkkel mai napig is tartjuk a kapcsolatot, bár Kecskemét mellett lakik, tehát nagyon messze lakik, ő már most 2 gyermekes apuka, tehát vele mai napig tartjuk a kapcsolatot. Van olyan kisebb gyermekünk, aki már most ugye nem is olyan kicsi, hogy tudunk róla, de igazán nem tartunk. Azért nem tartunk kapcsolatot, mert hát nem felnőtt korába, nem 18 éves korába, vagy még később kerültek ki a háztartásunkból. Tehát nálunk most a legnagyobb gyerek, ő 14 éves. No, hát beszélgetésünk végén akkor István hasonlatával élve csiszolgassátok tovább ezeket a kis nyers gyémántokat, és akkor majd egyszer egy gyönyörű ékszer, vagy egy nagyon szépen csiszolt gyémánt lesz belőle. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük, mi is. Itt a csiszolt gyémánt eredménye. Igen. Köszönjük.